finom az idei cseresznye. 2500 forint is lehet a ballagási csokor. Eredményes évet zártak a varrósok. Egyedüli nőként örökös pásztor lett. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. június 15-én 18 óra 5 perckor. Már kapható a piacon a ropogós, nagyszemű magyar cseresznye. Az idei termés jó, az árak tavalyhoz képest minimálisan emelkedtek. Jelenleg 5-600 forintba kerül egy kiló gyümölcs. Hogy nagyon finom lesz, mikorra be fog érni, már remek ízanyagokat tartalmaz. Ropogós, apró magú, nagy húsú. Kiváló termésre számít cseresznyéből Ézsiás Antal karcagi kistermelő. Az időjárás kedvezett a nyár első gyümölcsének, fái roskadoznak a bőséges termés miatt. A korábbi cseresznyék fajták azok leértek, és ami most a hátunk mögött látható, az most érik, ez egy germezolfi. Nagyon szép, nagyszemű, ízletes és berakni, nagyon megfelelő fajta. Gyakorlatilag a csontigyasok közül a medgy, a cseresznye elég szép termést ígér, és úgy tűnik, hogy meg is maradt. Hát feltételezhetem, hogy a teljes betakarítási idő még vagy 2 hétig eltart. Tudnilik éppen olyan állapotban van, hogy talán berakni megfelelő, de még a teljes érésig van legalább egy 10 nap. A jó termésnek köszönhetően az árak tavalyhoz képest minimálisan változtak. Emiatt az árusok hamar eladják a cseresznyét. Nagyon keresik, meg szeretik is. Meg is kérdik, hogy magyar, és hát nekem nem szokott lenni csak magyar, úgyhogy én nem szoktam külföldi tárolni. Jobb az íze is, mert ugye félnek már most a fertőzéstől is mindentől, úgyhogy azért keresik jobban. Brandstatter György épp cseresznyét vásárol a karcagi piacon. Véleménye szerint a magyar gyümölcsnek nincs párja, így ha teheti, azt vásárol. Én jobban szeretek minden magyar terméket, így a cseresznyéből is a magyar. Hát viszonylag ő a legkorábbi gyümölcs, meg a megy. És hát tulajdonképpen ezért ízletesebb, édesebb, lédúsabb. A cseresznye szezon még 2-3 hétig tart, az árak minimálisan mérséklődhetnek, de az árusok azt mondják, hogy idén 500 forint alá nem csökken a gyümölcs kilónkénti ára. A hétvégén általános iskolai ballagások lesznek. A virágcsokrok mellett ma már különleges ajándékokkal is meglepik a ballagókat. Közelednek az általános iskolai ballagások. A virágcsokrok mellett ma már különleges ajándékokkal is meglepik a ballagókat. Vannak egyedi kérések is, ami most is jellemző már, ami már egy jó előre, egy hónappal előtte is készülünk, és sokban kérik a tanácsomat az egyedi kitalálásokhoz. Ami most jelen van, tehát egy zenész hölgy fogja kapni, és egyedi kottát, amit majd a hölgy fog szeretni, tehát ami a kedvenc zenéjét fogja takarni, az lesz rajta a maga a készítményen, mivel hogy hegedűen, így maga a hegedű is, a hegedűt is megkapja egy arcképes felállással. A hegedűhöz kell egy kis szék, és nyilván az is hozzá ki van találva. Ami még most jellemzik, ezek a fa írások, hogy sok szeretettel ballagásodra, keresztanyútól, tehát ezek mind-mind jelen lesznek rajta, és ezek ugye ezek egy örök darabok. És most itt újra visszamennék arra az örök rózsás témára, mivel hogy tehát ennél is, tehát az egy szájvirág, itt egy örök rózsát fog takarni. És szerintem én bízom benne, hogy aki ezt megkapja, hogy nagyon szerintem még könyvbe is lábad a szemem, mert ez tényleg csak őről fog szólni, és ilyen senki másnak nem lesz. Akár már 2500 forintért is szép ballagási csokrot vásárolhatunk az általános iskolai ballagásra, mondta el Túri Imrén és Zsuzsa, az egyik karcagi virágból tulajdonosa. Azt tapasztalom, hogy vannak a 2000 forintos árkategóriában igényelt csokrok, vagy pedig ezek 5-8-10 ezer forintig is szépen felkúsznak. Ezek ugye takarhatják a keresztülői csokrot, a szülői csokrot és a nagymama csokrokat.
Én inkább a nagymelegre való tekintettel, én igyekszem úgy arrafelé irányít a megrendelőket, hogy inkább a tartóságát veszem figyelembe. Most a nyári ballagás, ami most ugye bennünket legközelebb érint, az elég meleg időszakra tekintünk, így a rózsákat én nem biztos, hogy ajánlanám erre az időszakra, mert tehát jóval több a vízigénye, hamarabb meghervadnak, és a vázatartóságuk ettől kezdve tehát kevesebb ideig fog tartani. A virágboltos kiemelte, hogy a nagy melegben fontos, hogy jó víztűrő virágból rendeljük meg a csokrokat. Népszerű most a flamingó virág és a különleges tartós virágok. Szóba jöhet a lisianthus, szóba jöhet a flamingók, az orchideák, vannak a helikónia fajták, tehát ugye ezt sokan nem ismerik még, de ennek is van fiús és lányos változata. Ezek nagyon tartós virágok. Nem utolsó sorban ott vannak a papagájvirágok, a strelitzia néven közismert virágjaink is, és ezeket szépen lehet kombinálni a papagájvirágot az orchideával, és azért ez két hétig simán megtartják az élettartalmukat. A virágcsokrok mellett a dobozos és táskás örök rózsa kompozíciók is népszerűek, de kedveltek az egyedi emlékek, díszítő elemek is. Ugyanakkor a ballagási szalagok egyre kevesebb csokorra kerülnek fel. És szerintem ezt most már szinte országos szinten is közkedvelté vált, amik először berobbant ezek a millión rózsák, a dobozos rózsák, és most annak a változata van a kis táskás formájukban, és a hölgyeknek, a kis csajoknak nagyon szépen át lehet adni, és ezeket már ugye nem utolsó sorban nem élő virággal, hanem ezt már örök rózsával is el lehet készíteni, ami tényleg örök élet. Nagyon szép és elegáns dolgokat lehet belőlük készíteni. Hát érdekes, mert most én azt tapasztalom, hogy most már van egy olyan réteg, aki a ballagási szalagot azt kezdi elhagyni. Van, aki igen kéri, hogy tegyük bele. Mivel, hogy még csak 8-os gyerekekről beszélünk, ők náluk még jellemzők ezek a kis plüssök, kis egyéb kis egyéni focilabda, repülő. Tehát ugye ez érdekes, mert ez tényleg egyéni elképzelés alapján megy a csokorba, amit ugye nyilván kérnek. A virágok árai nem emelkedtek, emiatt a vásárlók egyre nagyobb csokrokat visznek ajándékba. A 2017-2018-as tanévben rendszeresen beszámoltunk a karcagi szakképzésről. Az iskolában a diákok sorra hozták el a legjobb szakmunkás tanulónak járó elismeréseket. A most következő tudósításunkban a Szakképzési Centrum Karcagi Tagintézményének vezetőjével beszélgetünk. Köszöntöm nézőinket, Szabó Istvánnal, a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István szakgimnázium igazgatójával beszélgetünk, így évvége felé közeledve. Arra kérjük igazgatórat, hogy meséljen arról, hogy milyen országos versenyeket nyertek, hiszen sok-sok helyezést hoztak el a diákjaik. Hát igen, így az évvége felé tényleg nagyon jó visszagondolni, de ugyanakkor nem csak visszagondolunk, hanem előre is nézünk, hiszen még bízok benne, hogy ezután lesznek győztes mérkőzés, hiszen például a labdarúgó csapatunk még két országos döntőben fog részt venni. Hát is, hogy a sportnáltátok, akkor el kell mondjam, hogy már egy országos döntőt megvívtak, a játékosaink a CEFU országos döntőjébe jutottak, csak úgy, mint tavaly. Hát most nem sikerült a címvédés, de én úgy gondolom, hogy így is nagyon szép eredményt értek el, hiszen másodikak lettek. Az is nagyon szép eredmény, hogy mind a Diák Olimpiában, mind a CEFU-ban, mind pedig a Fair Play kupában megyei döntőt nyertek, és ezzel vívták ki ők azt, hogy az ország kiós döntőn ők képviselhessék a megyét. De hát nem csak sportban vagyunk jók, nem csak a sportban vagyunk nagyon jók helyesebben, hanem bizony a különböző tanulmányi versenyekben is, és egyéb más versenyekben is. Hát itt most a legfrissebb és a legszebb eredmény, ami úgy gondolom, hogy nem csak nekünk, az iskolának, hanem a megyei szinten is
nagy örömet okozott, hiszen első helyezést hozott el Kovács István tanulónk a Szakmasztár Fesztiválon. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény, nagyon sok embernek az eredmény, hát természetesen Pisti a legfőbb érdem, de úgy gondolom, hogy az elméleti felkészítést segítő Vince tanárótól kezdve a gyakorlati felkészítést elvégző Kovács Kis Lászlón keresztül én úgy gondolom, hogy nagyon sokan, sőt a gyakorlati hely is ugye, hiszen ehhez az is kellett, hogy az évek során ő kín a fémhőtechnikában azt csinálja, azt tanulja, amiből aztán most profitálhatott. És hát ott van a másik tanulónk, Olivér, Simon Olivér, aki egy egészen különleges helyzetben van. Ő nem festő, ennek ellenére ebben a szakmában ért el nagyon szép sikereket. Ő egy olyan felkészülési folyamatban van, aminek az egyik szép állomása volt ez a Szakmasztár versenyvetélkedő, ahol ő is elindult, bevallom őszintén nagyon jó volt látni magyar zászló alatt az ő nevét, és hát azért mindenképpen az épülésére fog ezt szolgálni, mind a mellett, hogy nagyon szép ötödik helyezést ért el, hiszen együtt versenyezhetett, és láthatta, hogy hogyan dolgoznak azok, aki ugye korábban a világbajnokságon képviselte Magyarországot, és negyedik lett, és most is a Euroskészen ez a fiú fogja képviselni. Most ő első lett, nem vagyunk olyan messzi tőlük. És akkor a diákjaink csapatversenyekben is részt vettek. Ugye első segélynyújtó versenyen indultak a tanulóink, ott is nagyon-nagyon szép eredményt értek el, hiszen azért nem egészségi, most már majd azok leszünk egészségügyi vonalon is, ugye képezzük a diákjainkat, de ahhoz képest, hogy nem ezen a területen pallírozódtak, nagyon szép eredményt értek el, megnyerték a megyeit és az országosra szeptemberbe mennek, és ott képviselhetik a megyét, és természetesen bennünket is. Úgyhogy tényleg vannak eredmények, vannak szép eredmények, bízok benne, hogy még a hátralévő versenyeken a dobogós helyezéseket is gyarapítani fogjuk. És hát azért beszéljünk egy picit a végzősökről is, hiszen nekik is bizonyítani kell, hamarosan majd az először az írásbeliken, és utána pedig a gyakorlati vizsgákon és szóbeliken. Mi az az utolsó időpont, amikor már mindenki befejezi, az július eleje, gondolom? Így van. Hát most ugye hozzá fogunk nem sokkal az érettségihez, illetve a szakmai vizsgáknak az írásbeli részéhez, és utána nagyon szépen tulajdonképpen be van teljesen táblázva most már a hátralévő időszakunk, minden hétre, minden napra jut egy-egy vizsga, úgyhogy a tanáronak is bőven lesz elfoglaltsága, nem kis gondot jelent, annyian vizsgáznak, hogy ugye a megfelelő létszámot biztosítani ehhez a feladathoz, hát nagyon kíváncsian várjuk, hogy 6 végzős osztályunk van, ugyanakkor el kell azt is mondani, hogy hát nem csak a napaliseink végeznek, hanem itt vannak a felnőtt oktatásban végzők is, tehát őrájuk is figyelni kell, hiszen többek között az államháztartási mérlegképes könyvelők is most fognak vizsgázni. Ez is egy izgalmas terület, hiszen most indítottuk először, és nagyon fontos, hogy nekünk is és nekik is, hogy jól sikerüljenek a vizsgák. És hát bízunk benne egyébként, hogy igaz, hogy most a tanulóink vizsgáznak és elballagnak, de abban is bízunk, hogy sokat vissza is tudunk majd venni, hiszen ugye ez a lehetőség, hogy felnőtt oktatásban folytathatják nálunk, vagy az érettségi megszerzése lehet a cél, vagy pedig a újabb szakmának a szerzése, tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, talán az is eldőlhet, hogy közülük ki ez, aki tényleg tudja folytatni nálunk. Újra 12-en ülnek Hortobágy örökös pásztorainak asztalánál. A minap a Hortobágyon megtartott titkos szavazáson a pásztorok a karcagi Béres Mihályné Márki Piroskát beválasztották a jeles asztaltársaságba. Mint ahogy a korábbi években, most is a szokásos pásztor találkozóra hívták meg a Hortobágyra Piroska nénit. Megemlékeztek az utolsó találkozó óta elhunyt pásztorokról is, majd a házigazda arra kérte néhányukat, fáradjunk ki a teremből, mert most titkos szavazás lesz, idézi fel a történteket Piroska néni. 2 jelöltet hívtak meg, és akkor ott titkos szavazással választottak a 2 pásztor közül. Hát szavazás után rám esett ugye a választás. Hát én egy kicsit meghatódtam, ilyen idős fejjel is, hogy ezt a címet én kiérdemlem. Jó, ebbe telt az életem, ez biztos. És hát ízig-vérig, amit a szüleimtől át tudtam örökíteni,
ez mindig megtörtént, és hálán jó Istennek, boldog vagyok, mert mindig eredményt tudtunk hagyni magunk után. Az igazi juhász szeme mindig az állományon van, ott nincs szabadságolás, szabadidő, a juhász sohasem feküdhet a fülére, hanem szoros napi rendet kell tartania. Édesapja minden gyerekének azt mondta, kisfiam, kisjányom, olyan foglalkozást válasz, amit szeretsz, és akkor soha nem kell robotolnod. Mindnyájukat támogatta a törekvéseikben. Attól függetlenül, hogy benne éltem ebben az életformában, mégis meglepett, hiszen azt mondjuk, hogy ma egyenjogúság van, női és férfi egyenjogúság. Én valahogy mégsem úgy fogtam fel mindez idáig, és engem így meglepett. Biztos, hogy ebbe telt az életem, amíg az erőm teljében lehettem, a mindennapjaim a juhodály körül zajlott. És mégis meglepődtem, meghatódtam, hogy mit keresek én a férfiak közt. Hiszen nő létemre, ha rám néztek is, termetemnél fogva is, mindenki kisebbnek tart úgy a tudásban, mint a termetemben. De ez engem soha nem zavart. Soha nem zavart, mert a teljesítményeink során ez mindig beigazolódott, hogy nem kell húznom a nyakamat, hiszen mindig odaállhattam a legtapasztaltabb juhász mögé is, vagy elé, vagy mellé. Bár már betöltötte a 70. életévet Véres Mihályné, de ma is minden évben ott van a Karcagi Birka Főző Fesztiválon. Ma már csak a zsűri munkájában vesz részt, de még 2 évtizeddel ezelőtt a birkanyírástól, körmöléstől, a nyúzáson át, a házi szappan főzéséig mindent megcsinált. A legfontosabb feladatomnak is tartom azt, hogy ezt a tudást nem szabad elraktározni az én lelkem mélyén, hanem amint láttam a szüleimtől, hogy 2 kézzel szórták a tapasztalataik után, teljesítményeik után a tudásukat, az, őket nem érdekelte, hogy idegen vagy nem ebbe a városba él, az nem érdekelte, hanem az érdekelte őket, hogy azt az értéket, ami Isten igazából érték, manapság is, én bízok benne, hogy hosszú időn keresztül még érték marad, a juhtenyésztéssel kapcsolatosan minden terméke, hisz még most is kimerem jelenteni országvilág előtt, hogy még ma is nagyon nagy hasznot termelő állat a juh. Csak ahhoz úgy kell odaállni, hogy mindent kihozzunk belőle. Sajnos a betegség őt sem kímélte, így évekkel ezelőtt szögre akasztotta a szeredást és a kampósbotot. Birkafőző sajt és túrókészítő tudását azonban átadta lányának és fiának, de unokái is biztos kézzel forgatják a fakanalat. Fia ma is tart juhokat, így tovább él Márki nagyapa öröksége. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra, kellemes hétvégét kívánunk! Thank you.